hoztunk egy-két olyan különlegességet is, amivel más alkalmakkor nem tudunk találkozni, de hát van most egy nagyon különleges gitár, amivel elkezdjük a babuskatot. Egy pillanatra idállat. Kukucs! Hát itt nálunk még a gitár is mereszti a szemeit. Ilyen szép, nagy, mindent látó szemei vannak a gitárnak. Hello, sziasztok! Látok mindenkit! Az a helyzet, hogy ez a gitár nagyon messzire ellát. Csak még nem tudjuk, hogy milyen messzire kell ellátnia. Úgyhogy írjátok meg, hogy honnan nézitek a hangszerbabulkató foglalkozást, és miután ezt legépeltettétek édesanyátokkal vagy édesapátokkal, már is kézbe lehet fogni a hangszereket. Mert kezdődik a hangszerbabulkató buli. Pontosan csinálnak bácsom a szemeit. Jó. És hogyha esetleg valaki későn ébredt, vagy kicsit elhúzódott a reggeli kakaózásnak az időtartama, akkor ez még itt mindig a Leskovszki hangszergyűjteményből élőben jelentkező hangszerbabusgató Kis Lilivel és Szilágyi Áronnal. A legelső hangszer, ami nem szokott itt lenni nálunk soha, részben azért, mert veszélyes lenne a kicsikre. Másrészt azért, mert nagyon félelmetes hangja van. De így, hogy ti csak a képernyők előtt nézitek, és hallgatjátok ezt a különleges hangszert, el lehet ábrándozni, hogy mire hasonlít a hangja. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy írja le, hogy mire emlékezteti ennek a hangszernek a hangja. Hallgass csak! Ezt a hangszert úgy hívják, hogy akvafon. És hallgass csak! Valami lötyög benne, vajon mi lehet ez? Tápszer! Kakaó! Kakaó! Reggel azt töltöttél vele? Igen. Ó, de jó! Finom kakaó illat! De már ebbe vizet kell tölteni. Nem véletlenül hívják akvafonnak. De
De van másik olyan hangszerünk is, amiben vizet kell tölteni, annak nincs ennyire félelmetes hangja, és nem is kell sokat gondolkodni azon, hogy mire hasonlít a hangja. Hát az pedig... Az pedig a madársíp. Tudom, valami jó kis tavaszi dalt a citerát? Persze. És leírhatjátok a tavaszi madaraknak a nevét, amiket ismertek. Nem kell, hogy az éneke erre a madársípra hasonlítson, hanem tavaszi madárneveket várunk, mi pedig egy kicsit muzsikálunk hozzá. Remélem, hogy ez a kis dalocska meghozta a tavaszt, mert ma reggel Lili is, meg én is nagyon diderekbe jöttünk be ide a múzeumba. Egyedül az melegített fel bennünket, az az egy gondolat, hogy ma itt együtt muzsikálhatunk. Plusz a fejünkben már az a kívánságlista járt, amit küldtetek múlt héten, és a kalimba volt az egyik legelső, ami eszembe jutott. Ez a hangszer. A kalimba, ez Afrikából származik. És vannak rajta pici kis csörgők. Kicsit közelebb hozom, hogy jobban lássátok. Vannak rajta pici lemezkék és kicsi csörgők. Kalimbát egyébként otthon is lehet készíteni. Kókuszdiót félbe lehet vágni, vagy akár egy konzervdobozból is elkészíthető a hangszer. Nagyon régen készítették, 1950 környékén, Tanzániában. De nézzünk most már valami igazi magyar hangszert, valami olyat, amire ti is tudtok táncolni, és egy kicsit ugrabugrálni. Köszönöm szépen!
És a múlt héten nagyon jól ment nektek ez az ugrálós játék, hogy játszottunk egy picit, aztán abba hagytátok. Utána játszottunk egy kicsit, és megint legugoltatok. Most is ezt szeretném tőletek kérni, hogy amíg tilinkózunk, dobolunk, addig mehet a bulizás, és lehet ugrabugrálni, amikor abba hagyjuk, mindenki legugol. De vigyázzat, mert gyorsan újból fogjuk kezdeni. Így van. Nagyon-nagyon ügyesek voltatok. Igazából itt a hangszerbaburkató foglalkozásban egymást is megszoktuk Lilivel tréfálni, és zenés feladványokat szoktunk egymásnak adni. A következő hangszer is a kívánságlistán szerepelt, ami... nem más, mint a didzseridu. Úgy hallottam, hogy a didzseriduval nagyon-nagyon messzire lehet üzenetet küldeni. Na most, hogyha én azt kiáltom, hogy ha-ho, akkor nektek azt kell kiáltani, hogy hello! Jó, és egy integetést. Próbáljuk ki, hogy milyen messzire hallatszódik el. Ha-ho! Kicsi, de nem volt elég erős. Te hallottál hellót? Hallottam, de még mindig lehetne hangosabb szerintem. Meg egy harmadik próbálkozás. Egy harmadik próbálkozás. De a hallókészülékemet ahhoz ide kell hoznom. Lehet, hogy ez volt a baj, igen, hogy nem hallottunk. Nem volt itt a hallókészülék. Szóval egy utolsó próbálkozás. Amikor azt mondom, hogy ha-ho, utána azt kell mondani, hogy hello, és akkor mindenkiről tudjuk, hogy nézi a hangszerbabusgatót. Figyelj! Ha-ho! Nagyon jó! Már nagyon jó volt, még én is hallottam ennélkül is. Hát nyilván, mert neked olyan fiatal füleid vannak. Nekem az én öreg füleimhez már kell ilyen segédeszköz. Hát természetesen a didzseriduban nem kiabálni szoktak, hanem belefújják a levegőt. Ha 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 ha
szól a didgeridoo? És folyamatosan szólt a hangja. Lili, te tudod folyamatosan fújni a didgeridoo-t? Hát nem hiszem, sajnos még gyakorolnunk kell. Gyakorolnia kell még Lilinek, de ti is tudtok gyakorolni. Egy porszívócsövet is nagyon klasszul meg lehet fújni. Az a lényege, hogy úgy kell megfújni, hogy a orrodon szívod a levegőt, és a szádon fújod ki. És így folyamatosan fog szólni a didgeridoo hangja. Azt mondják, hogy hangyák rágták ki a közepét. Hát meg lehet nézni, bele lehet kukucskálni, hogy láttuk-e benne hangyát, nagy termeszt, mert mi egyet sem találtunk benne. Attól még lehet, hogy a nagy eukaliptusz evés után kisétáltak belőle, és nem maradtak benne. Na, doboljunk egyet, jó? Remélem, hogy mindenkinél kézé vannak a dobok. A csörgők. Lányoknál lányos dobok, fiúknál fiús dobok. Kisebbeknél kis csörgők, még kisebbeknél még kisebb csörgők. Nálunk nagy dzsembék vannak, úgyhogy játszunk is nektek valami kis afrikai dalt. De hogy így fel vagyunk pesdülve, már valami nyugtatóbb dolog is kellene. Ezen a bizonyos kívánság listán szerepeltek a tibeti hangtálak. És természetesen nekünk is vannak tibeti hangtálaink. Ah, megvannak. Tudom, hogy köztetek is vannak olyanok, akik ismerik ezeket a csodálatos hangszereket. És ezekben leves szoktunk enni, vagy ez mire való? Én kifejezetten tejbegríz szoktam belőle reggelizni. És miután elfogyott a tejbegríz, meg lehet szólaltatni őket. Azt mondják, hogy nagyon jótékony hatása van az emberre. Vannak különböző méretűek. Ezek nem látszódik, nem? Úgyhogy felteszem. Ide. Fogjak egyet én is, a negyediket? Elmozolni egy kicsit. Be is csukhatod a szemed. És csak a hangtálak hangjára figyelj.
Hát ez olyan jó volt, hogy én is majdnem elaludtam. Na de hát neked nem kell meg elaludni. Jó, nagyon jó ötlet. Azt mondják, hogy az ütőgardonnak van egy még népiesebb neve, az üticsipi. Azért, mert ütni és csípni kell. És hol a gardon ütője? Csak nem benne. Uha. Nem benne van. Nem benne van. Nem baj, kapunk egyet. Úgyhogy remélem ti is tudtok készíteni magatoknak valami kis alternatív üticsipit. Valami olyat, amit csípni is tudtok, ütni is lehet, és mégsem a testvéretek. Szóval találjátok ki, hogy hogy lehetne otthon a gardon hangját megcsinálni. Mi addig is egy kicsit gardonozunk és kavalozunk nektek.